A gyömbér és a citromnád az ázsiai konyha szerelmeseinek. Egy hónapja csináltam a videót a gyömbérről, és már nem bírok vele. De hol van még a május, amikor kikerülhet a kertbe, hiszen fagyérzékeny, annál korábban nem érdemes kiültetni, és sokan írtátok az előző videó alá, hogy próbálkoztok, de egyszerűen nem akar megindulni a gyömbér. És ez azért van, mert a legtöbb zöldséget és gyümölcsöt, ami a kontinens határon túlról érkezik, valamivel kezelnek. Olyan anyagokkal, amik többek között a csírázást fogják meggátolni, azt, hogy amíg a világ távolabbi pontjából ideér, ne kezdjen elhajtani. Mert bizony egy olyan darab gyömbért, ami megjelent egy szem, már senki nem fog megvenni a szupermarketben. Éljen a fogyasztói társadalom, és pont ezért nehéz, hogyha mi nem organikus, vegyszermentes gyömbért vásárolunk, hiszen nagyon hosszú idő lesz, amíg a gyömbér a különböző szereket, amivel kezelték, leküzdi, és a csírázás gátló ellenére el tud kezdeni csírázni, hajtani nekünk. Az előző videóban ez volt az a szár, ami már eléggé előre haladott állapotban volt a beültetéskor. A többi gyömbérdarabon, amin mindegyiken volt szem, még semmi nem volt látható, és így egy hónappal később már ekkora szárakat növesztettek magukra. Viszont vannak olyan gyömbérdarabok is, amik még sehol nem állnak, még csak most kezdenek el kibújni a föld alól. Ha nagyon nem akar elindulni a gyömbér, amit te betettél a földbe a darabolás után, érdemes kivenni a földből és megnézni, hát ha éppen lefelé indult meg egy szem, akkor nyugodtan meg lehet fordítani, vissza lehet teríteni rá a földet. Velem is megtörtént, megfordítottam is ilyen szépen, elkezdtek növekedni a szárak. Májusig várni kell a gyömbér kiültetésével, viszont addig is locsolni kell, sokan kérdeztétek, hogyan kell locsolni a hajtógyömbért. Semmi extra, néha meg kell öntözni, az a lényeg, hogy ne tocsogjon a vízben, de ne is száradjon ki az ültetőföld, hiszen pont most kezd el gyökerezni, és bizony szüksége van a vízre is. Na de mutatom, én hogy szoktam öntözni a gyömbért. Már szépen látszanak a gyökerek, ilyenkor nagyon fontos odafigyelni az öntözésre, főleg azért, mert palántaföldben vannak, a palántaföld meg gyorsan ki tud száradni, amikor a palántákat locsolom, akkor öntözöm a gyömbért is. Nagy ötlet egy ilyen palánta öntöző, egyszerűen lehet vele a vizet adagolni, nem tudunk túlöntözni vele. És ha szerencsém van, akkor ez a szár egy hónap múlva el is kezd virágozni. És ami szintén egyszerű mutatvány, az a citromnád. A citromnád nyáron ugyanúgy megterem nálunk a kertben, a legnagyobb kihívás, hogy honnan szerezzünk mi citromnádat. A citromnád hajtatáshoz friss alapanyagra lesz szükségünk, nem lehet fagyasztott. És mielőtt kérdeznétek a kommentekben, a metróban lehet Tájföldről származó friss citromnádat venni. Ez nem egy szponzorált hirdetés, a metró még nem támogat. És a citromnád nem összekeverendő a citromfűvel, míg a citromfű úgy néz ki, mint a menta, a citromnád úgy néz ki, mint az újhagyma, pedig semmi köze nincsen az újhagymához. A citromnád Dél-Kelet-Ázsiában őshonos és a fűfélék családjába tartozik. Az ázsiai konyha egyik fő alapanyaga, bármilyen ételt fel tud dobni a citromos aromája. És a vicc az, hogy ez itt Tájföldről, ez viszont Marokkóból van. A tájföldi a metróból, a marokkói meg az angliai Tesco-ból. És kíváncsi leszek, mi lesz a különbség a kettőnek az íze között. A citromnád termesztés pofon egyszerű feladat, a friss citromnádat csak be kell tenni vízbe, és elkezd majd nekünk gyökerezni. Aztán, hogy a szépen kigyökerezett, megjött a jó idő, ki is tudjuk ültetni a kertbe, és a fűhöz hasonlóan fog nekünk növekedni, és egy nagy csomó lesz belőle, tele friss új hajtásokkal. Ezen itt már jobban látszik, hogy elkezdett gyökerezni, és itt a gyökerek mellett fog új hajtásokat növeszteni, úgy fog dúsulni, tényleg mint egy fűcsomó. Szóval, hogyha valaki szeretne a gyömbér mellett citromnádat is termeszteni a kertben, hozzá lehet jutni friss, nem fagyasztott citromnádhoz is itthon, csak bele kell tenni vízbe, elkezd gyökerezni, aztán május közepe vége felé, amikor ültetjük a gyömbért, ültethetjük a citromnádat is. Két hete vannak benne a vízben, és látható, már megindult a gyökeresedés, és felül el is kezdett hajtani. Amit nem vágtam vissza, az jobban megindult, jobban gyökerezik is. Az a lényeg, rendszeresen cseréljük a vizet, amiben vannak, a gyömbért locsoljuk, és jövök majd még egy videóval, amikor kikerülnek a kertbe.